Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát ez a gondolat egy kicsit hosszú lesz. Amit a Péter mondott az elején, az egy csodálatos dolog. És higgyétek el, az, hogy a mindenség ura, teremtője, és alkotója, és fenntartója itt van közöttünk, és mi őt imádhatjuk, ez egy csodálatos dolog. Nincs csodálatosabb dolog, mint Isten dicsérni. Azoknak, akik esetleg nem igazából, vagy nem értik ennek a lényegét, ajánlom, hogy próbáld ki. Főleg az alkalom előtt, hogyha te kidicséred magadat, felkészíted a szívedet, a szellemedet, Isten igének a befogadására, és mint lágy harmat fog behúlni a szívedbe az ige, és meg fogja érinteni a te szellemedet, ami azt jelenti, hogy meg fog változni az életed, mert Isten igéje mindig változásra fog ösztökélni tégedet. És nagyon élveztem, ahogy a Péter beszélt, mert valóban egy csodálatos dolog Isten dicsérni, Isten magasztalni, és nálam ennél csodálatosabb dolog nincsen. No, akkor ezt a bátorságot szemüveg nélkül akartam prédikálni, de nem jön össze. Az ige is Péteren keresztül, hogy fiak vagyunk, ezért van a fiaknak egy kötelessége is. És én inkább most arról szeretnék beszélni, hogy a bölcsesség megszerzésének haszna. És amit én nektek olvasok, azt én élem is. Élvezem a hívő életet. Öröm számomra a hívő élet. Ezt a példabeszédek könyve 27. rész, és egy kicsit lapozgatni fogok, és ösztönözlek titeket is, hogy keressétek a Bibliában, mert nagyon jó dolog Isten igéjét olvasni. 27. rész, 11. versét szeretném nektek felolvasni, amely ekképpen hangzik. Légy bölcs, fiam, és vidámítsd meg az én szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki engem ócsárol. Tehát ha te már gyermek vagy, és nem vagy csecsemő, és felnőttél Isten kegyelméből egy bizonyos szintre, akkor az atyának vannak is elvárásai tőled. És azt szeretné, hogy megcselekedjük az ő akaratát. Emlékeztek, hogy az ő szerelmes fiáról azt nyilvánította ki az atya, hogy ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Isten akar gyönyörködni a te életedben, Isten akar gyönyörködni benned, mint azokban a személyekben, akiket megváltott az ő fia által. Itt, amit látunk ebben az igéből, én azt látom, hogy ez egy kérés az atya részéről. Feléd, mint fiúhoz, a mindenség ura kér tégedet valamire. Mire kér téged? Azt mondja, légy bölcs, fiam. Tudjátok, amikor azt mondja Isten nekem, hogy fiam. Én nem tudom, hogy ki mennyire fogja fel, de nekem két apám volt, mind a kettő meghalt. És a mindenható Isten az én atyám. És nekem olyan jó tudni azt, hogy van egy atyám. És amikor nekem ő azt mondja, hogy fiam, akkor tudom, hogy van egy olyan örökkévaló atyám, aki mindenek felett áll, élet és halál ura. És ez számomra egy óriási megtiszteltetés, és ezért, amikor dicsérem az urat, emelem kezeimet, hát lábaimat éppen nem, de mindent emelek azért, mert szeretem őt. És ez, amikor a szívedből jön, Isten megáll tégedet. Miért akarja Isten, hogy bölcsességre juss el? Ha megnézzük a második felét, azt mondja, hogy megfelelhessek annak, aki engem ócsárol. Hányan és hányan mondják, hogy nincs Isten? Hányan és hányan bizonygatják, hogy Isten nem létezik? De ott vagy te, és Isten arra kér téged, az atya arra kér téged, mint szerelmes fiát, hogy légy bölcs, mert a bölcsességen keresztül meg tud felelni azoknak, akik nem bíznak benne. Ezért mondja Istennek igéje, hogy a gonoszt
jóval győzd meg. Hogy tudod a gonoszt jóval meggyőzni? Úgy, hogy szereted őt, úgy, hogy lemondasz az egódnak, a kívánságairól, a vágyairól, a különböző dolgokról, hanem neki akarsz élni. Jézus Krisztus azt mondta, én csak azt cselekszem, amit látok és hallok az atyától. Neked azt kell cselekedned, amit itt mond az írás. És erre az ő kedves Szent Szelleme által Isten mindent megadott. Megadta az erőt, a lehetőséget, a képességet, hogy fiaiként járjunk. Ez egy óriási megtiszteltetés, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. És a cselekedeteinkkel nem cáfolhatjuk meg. Nekünk úgy kell élni, és úgy kell járni, ahogy ő ezt elvárja. Tehát azt látjuk, hogy az atya részéről van egy kérés, mint a gyermekéhez, és azért, mert fel akar használni tégedet és engem abban, hogy az emberek meglássák, hogy igen, van egy Isten. Ezzel az Istennel meg lehet változni. Nekem a, csak egy kis zárójel kinyitok, még nem ismertem Istent, volt egy barátnőm, és mindig ígértem neki, hogy majd megváltozok. És azt mondta, figyelj Sanyi, belőled kutyából nem lesz szalonna. Ha lesz is, az csak kutya szalonna. De te megváltozni nem fogsz. És tudjátok, az ember önmagától változni képtelen. De ha hagyja azt, hogy Isten változtassa, akkor Isten megváltoztat, segít változni. Most szeretném felolvasni azt, hogy hogyan jutsz bölcsességhez. Ha a példabeszédek könyve első részéhez lapozunk, ott akkor az első 9 versben le van írva, és felolvasom. Salamonnak, Dávid fiának, Izrael királyának példabeszédei. Bölcsesség és erkölcsnek tanulására, értelmes beszédek megértésére. Okos fenyíték, igazságnak és ítéletnek és becsületességnek megnyerésére. Együgyűnek eszesség, gyermeknek tudomány és meggondolás adására. Hallja a bölcs, és öregbítse az ő tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat. Példabeszédnek és példázatnak bölcsek beszédeinek és találós meséinek megértésére. Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek, a bölcsességet és erkölcsi tanítást a bolondok megutálják. Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását és a te anyádnak oktatását el ne hagyd, mert kedves ékesség lesz ez a te fejednek, és aranylánc a te nyakadnak. Nyakadra. Tehát, ha szeretnél ékesen járni, akkor törekedj bölcsességre, és meg fogod látni, hogy a bölcsességnek mekkora haszna van, mekkora jutalma van. Majd a 23. rész, azért írom le magamnak az igékre, mert hajlamos lennék elkalandozni, és akkor így jobban beállok én is a sínbe. A 23. rész 15-ös verse a következőt mondja. Szerelmes fiam, már amikor hallom, vagy amikor olvasom, én amikor Bibliát olvasok, mindig hangosan olvasom. És ajánlom nektek, hogyha lehet egy ilyet mondani, vagy tanácsolni, ha egyedül vagy, olvasd hangosan a Bibliát, mert a hit hallásból van, és ha mondod, akkor hallod is az igét, és olyan jó. Amikor azt mondja Isten, hogy szerelmes fiam, nem akármilyen fia vagy te Istennek, hanem egy szerelmes fia. Azt mondja, ha bölcs lesz a te elméd, örvendez a lelkem nékem is. Szeretnéd azt, hogy az Úrnak kedves Szent Szelleme, aki benned van, örüljön? Szeretnéd azt, hogy az Úrnak szelleme melyre inkább feltüzeljen tégedet? Akkor add meg azt a lehetőséget, hogy az Atya is örüljön. És az Úrnak kedves Szent Szelleme is örüljön benned. És ezt úgy tudod elérni, hogy engedelmeskedsz az Úr kedves Szent Szellemének. Ennek hadd mondjak csak egy példát, hogy hogyan lehet a Szent Szellemet örömre buzdítani. Vagy hogy felbuzog. Például, amikor valaki elé odaállsz, és bizonyságot kellene tenned, de ott van benned, hogy ne tegyél. Valamilyen oknál fogva, a pozíciójára nézve, vagy gazdagságára nézve. Én igyekszem mindenkibe belekötni valahogy, és mindenk hirdetni az Urat, mert ez egy csodálatos dolog. És
Amikor te nekiállsz és elkezded bizonyság, elkezded a bizonyságtevést, és lejárt a bizonyságtevést, csak emlékezzél, hogy utána milyen öröm volt benned. Ez a Szent Szellemnek öröme, hogy a Szent Szellem örül annak, hogy ki tudta vitelezni benned azt, hogy ne félj, hogy megvald az Urat, hogy kiállj az Úrért, és ez a Szent Szellemnek örömére telik. Tehát az első igeiből, amit felolvastam, ott azt olvastam, hogy örvendeztesd meg az atyádat. Most azt mondom, vagyis az ige azt mondja, hogy a szellemét, az atya mondja, hogy az ő szellemét is örvendeztesd meg. Ezért nekünk engedelmeskedni kell. És tudjátok, a parancsba benne van az engedelmességet végrehajtó erő. Tehát amikor az Úr mond valamit, abban az az erő is benne van, ami megsegít bennünket abban, hogy véghez vigyük. De telik az idő. Na már most. Akkor most a Sofóniásból szeretnék olvasni nektek egy csodálatos igét, amit nagyon, minden igen nagyon szép, de ez olyan csodálatos számomra. Sofóniás 3.17-ben a következőt olvasom. Az Úr a te Istened közötted van. Erős ő, megtart. Örül te rajtad örömmel. Hallgat az ő szerelmében, énekléssel örvendez neked. Hallod, mit mond Isten? Hogy Isten énekléssel örvendez neked. Miért? Mert te az ő gyermeke vagy. Miért? Azért, mert teszed azt, amit kell. Miért? Mert hallgatsz az ő szellemének szavára. És éppen ezért a cselekedeteid olyanok, amik bedugják azoknak a száját, akik azt mondják, nincs Isten. Vagy Isten egy nem jó Isten. Isten egy jó Isten. Hol vagy, Laci? Ördög, rossz ördög. Isten jó Isten, ördög, rossz ördög. Egy csodálatos dolog az, amikor Isten te éneklésre tudod buzdítani. És tudod, amikor valakinek jó kedve van, és amikor valaki énekel, akkor ahhoz oda lehet menni, lehet kérni tőle dolgokat. Mert Isten ilyenkor is ad. Ha adott akkor, amikor nem voltunk erre méltók. De mikor te gyermeke vagy, és megörvendezteted őt, és ilyenkor tudod, amikor te fölemeled a fiút, és amikor dicséred őt, az egész menny veled együtt dicséri Istent. És ez egy csodálatos dolog, Isten dicsérni. Óriási erő van a dicséretben, és ne szalasszátok, ne engedjétek meg az ördögnek azt, hogy kivegye azt a lehetőséget a kezetekből, hogy felemelt kézzel, szabad szívvel dicsérd Istent. Ez egy csodálatos, fantasztikus dolog. Hisz arra lettünk elhívva és teremtve, hogy dicsérjük őt, magasztaljuk őt, és csináljuk, tegyük mindazt, amire ő megkér. Szeretnék akkor még olvasni nektek a János Evangélium 15. fejezetből pár ígét. Most ez, amit mondok, ez a remélem, hogy otthon nem hallgatják, mert akkor kicsit bajba vagyok, mert ez a jövő vasárnapi prédikációmnak a demo verziója. Úgyhogy... Hát igen, csak itt még vannak közök, amit ki kell tölteni, mint a oldalbordát hússal. Tehát János Evangélium 15. rész, 9-es és 11-es verse. Ezt mondja, amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket. Maradjatok meg ebben az én szeretetemben. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Azzal kezdtem, hogy örvendeztesd meg az atyát, azzal folytattam, hogy örvendeztesd meg az Úr szellemét, és nézd meg, hogyha az atya örvendezik, és az Úr szelleme örvendezik te benned, akkor te automatikusan mit fogsz csinálni? Örvendezni fogsz. És éppen ezért nagyon fontos, hogy a hívő életet örömmel éld le. Tudjátok, amikor az Úr azt mondta, hogy az Úr igája. Igen könnyű. A hívő élet nem egy nyomorúságos, satnya, betokosodott élet. Én élvezem. Tele van kalandokkal. És aki szeretne kalandozni, annak azt mondom, legyen hívő. És engedelmes. Világi koromban mind nagyon szerettem a kalandokat, és elmondom nektek, hogy én annyit nem sírtam életemben, mióta hívő lettem. Elmondom nektek, hogy ennyi kalandban nem volt életemben részem, mint amióta hívő lettem. És én nagyon élvezem ezt az életet. Érdemes élni. Van értelme, célja az életemnek.
Élezzétek az életet. Tehát Isten szeret bennünket. Mondjatok legalább egy amment. Ahogy, no. Tudjátok, amikor azt mondja az ige, hogy az én örömem és a ti örömetek beteljék. Olyan jó dolog, érted, amikor tudsz örülni az életnek. Tudsz örülni az életnek. És érdemes élni. Nekem a fiaim már nagyok, dicsőség az Úrnak, kislányom, nem tudom, valahol itt van, nem tudom, hogy hol van, mint van, de mindegy. Lényeg, ja, elbújt. Tudjátok, olyan jó, amikor engedelmes gyermekeitek vannak. Felnőnek, az Úrban járnak, Istennel járnak, és tesznek olyan dolgokat, ami kedves neked, annélkül, hogy kikövetelnéd. Egyszerűen csak azért, mert szeretnek tégedet. És ez a szeretet az, ami arra ösztönöz bennünket, hogy változzunk. Ez a szeretet az, ami arra ösztönöz, hogy megbocsássunk. Ez a szeretet az, ami arra ösztönöz bennünket, hogy újból és újból elszenvedjük egymás szeretettel. De ez a szeretet sok mindenre képes. És akkor hadd olvassak még egy ígét a Máté Evangélium 11. rész 29-es verséből. Mondom, ez egy ilyen demo verzió, úgyhogy aki szeretné majd meghallgatni a teljes Isten tiszteletet a www.segítség.ru-n meghallgathatja. Reklámhelye, ugye? Tehát Máté 11.29 ezt mondja. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Mit mond itt Jézus Krisztus? Azt mondja, vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. És nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Én nyugodtan fekszem le, bármikor az Úr visszajön, tudom, hogy visz magával. Számomra ez nem kérdés. Sokkal biztosabb vagyok abban, hogy magával visz, mint az, hogy máma vasárnap van. Szívem tiszta, a lelkismeretem nem vádol, és örülök minden napnak. És azt szeretném, hogy ti is így, vagy ehhez hasonlóan élvezzétek az életet. Azt szeretném mondani azoknak, akik először vagytok itt, hogy Istennel járni egy csodálatos dolog. Egy csodálatos dolog. Egy jó dolog. És tudjátok, amíg énekeltük itt az énekekbe, olyan jó tudni, hogy Isten vele van. De nem csak egy akármilyen Isten, hanem a mindenható Isten. Tessék, Attila, átadom a szót.